Őszinte szeretettel köszöntök mindenkit a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány egyházzenei estjén. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelik növendékeinket, munkatársainkat. Rendhagyó a mai alkalmunk, hiszen távolabbi barátainkkal, támogatóinkkal egészült ki kórusunk. Elsőként az énekkar előadásában Pitoni, olasz reneszánsz szerző, Szárnyaljon énekünk című kórusművét hallhatták. Ma három mű is felcsendül a legnagyobb magyar barokk egyházzenei szerzőtől, Eszterházy Páltól. Elsőként a Jézus eljön kezdetű kórusműve, majd a Zengyen nyelvünk című darabja következik. A két mű között bibliai idézeteket hallgathatunk. És most, ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd és a te alkotód. Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen négy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok ellen borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje a te megtartód. Ne félj, csak higgy, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek. De az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól, könyörülő Urad. Ímé eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Figyeljetek, egek, hadd szóljak. Hallgassa a földi számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső. Hújjon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem. Magasztaljátok Istenünket. Kőszikla. Cselekedete tökéletes. Mert minden ő útja igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Gonoszak voltunk hozzá és nem fiai.
romlott és elvetemült nemzedék. Így fizettünk hé az Úrnak, balga és értelmetlen nép. Nem atyánké ő, akit teremtett. Ő alkotott és erősített meg. Emlékezzél meg az ős időkről. Gondoljátok el annyi nemzedék éveit. Kérdezd meg atyádat, és megjelenti néked, a te véneidet, és megmondják néked, mikor a felséges örökséget osztotta népeknek, mikor szétválasztá az ember fiait, megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint, mert az Úrnak része az ő népe. Jákob néki sorsa jutott örökség. Puszta földön találta vala őt, Zordon, sivatag vadonban. Körülvette őt. Gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg. Kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket és tollain emeli őket. Erősítsétek hát a lankat kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ímé istenetek igazság szolgáltatása jő, az Isten, aki megfizet, ő eljő és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásaival. És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Úgy legyen, bizony, jöjj el, Urunk, Jézusom. Ismeretlen szerzőtől idézzük fel a Visszajön Jézus kezdetőjének feldolgozását. Előadja a Pengetős Trió. Ezután visszatérünk Eszterházy Pál újabb kórusművéhez. Címe: Gyúljon világ.
kisebb kamarakórus előadásában Wolfgang Amadeus Mozart egy rövidebb lélegzetvételű misetétele, a Sanctus következik latinul, ezután Ady Endre Karácsony című versét hallhatjuk. A századik zsoltár így hangzik. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Jubilate Deo Omnisera, Serviter Domini, Ady Endre, Karácsony. Matán a béke ünnepelne, a messiásnak volna napja. Ma menjék én a földnek válni, hogy megváltóját befogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleljék szívükre mind az emberek. De nincs itt hála. Nincs itt béke. Beteg a világ. Nagy beteg. Kihűlt a szív. Elszállt a lélek. A vágy. A láng csupán a testé. Heródes minden földi nagyság, s minden igazság a kereszté. Elvesztette magát az ember, mert lencsin nézi az eget, megátkozza a világra jöttét. Beteg a világ, nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, mi egyesítsen, nincsen eszme. Rommá dőlt a messiás háza, tanítása, erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég, új messiást küldj. Beteg a világ, nagy beteg. Az adventi gondolatok előtt a kamarakórus Hessler Dicsérjük Istenünket kezdetű művét énekli, azután a nehéz sorsú romantikus zeneszerző Felix Mendelssohn Teremtés oratóriumából az Ím mind az egész föld című tétel következik a zenekar előadásában. Dicsérjük Istenünket, úgy Istenünk, miért
Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Az advent tartalmáról, jelentőségéről szeretnék néhány szót szólni. A karácsony nagyon régóta ünnepe az egész társadalomnak, függetlenül attól, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos. De az advent, adventi várakozás talán csak egy jó másfél évtizede, hogy jobban terjed az emberek között. Azelőtt csak a templomba járó vallásos emberek hallottak ilyesmiről. Most a kereskedelemben is mindenütt látunk adventi gyertyák, adventi koszorúk, tehát hogy terjed az advent, az adventi várakozás hangulata az emberek között. Általában megfigyeljük, hogy ma nagy a fogékonyság a hagyományokra. Sokszor nekem az jut eszembe, hogy talán az életünk sok ürességét is pótolni kívánja az ember, hogy úgy kapaszkodik hagyományokba, úgy keressük az ünnepi hangulatot. De meggyőződésem, hogy nagyon sokan semmit sem tudnak arról, hogy egyáltalán mi az, hogy advent, vagy adventi várakozás. Csak egyik ember megy a másik után, olyan szép az az ünnepi hangulat, átveszik a kifejezéseket egymástól, és ez az oka annak, hogy én ma szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy ténylegesen mi az értelmes, mi a reális tartalma ennek? Az advent latin szó azt jelenti, hogy érkezés. És az adventi időszak, vagy adventi várakozás a különböző keresztény egyházak körében az arra utal, hogy ugye decembertől
ugye karácsonyig. Hát ez olyan, mintha átélnénk a várakozást Krisztus születésére, a megváltó érkezésére. Tehát ez egy érkezésre való várakozás. De mindjárt elgondolkoztathat bennünket valami. Ha valakinek az érkezésére várunk, akkor ez mindig a jövőbe irányul. Ugye? Tehát ez mindig úgy van, várok egy érkezésre, akkor előre tekintek a jövőbe. Ez viszont olyan várakozás, ami visszapillant a múltba. Mintha csak egy újra átélni akarná az ember az akkori várakozást. Ezt úgy hívják, hogy misztérium. Az ember próbálja beleélni magát egy régi hangulatba, egy régi várakozásba. De akkor még mindig van egy gond, amin el lehet gondolkozni, hogy amikor a megváltó tényleg eljött, szinte senki nem várta. Akkor nagy csend volt. Nem volt örömteljes a várakozás, nem volt gyertyagyújtás, nem voltak adventi koszorúk, nem volt ünneplés egyáltalán. Ugye a Biblia hűen tanúskodik arról, hogy eljött messze távol napkeletről néhány tudós ember, akik ismerték az Ószövetség ígéretét, és akik figyelték a Jézus megjelenése, a Messiás megjelenése jeleit. Mindenki meglepődött Jeruzsálemben, mert senki sem várt. Volt néhány egyszerű pásztorember a mezőkön, akiket mennyei követek fogékonynak láttak arra, hogy velük közöljék a nagy örömhírt, mert ők vártak. Aztán olvasunk egy Aksímeonról, meg egy idős asszonyról, Annáról. Meg emlegeti az írás, hogy még voltak néhányan Jeruzsálemben, akik a váltságot, a szabadulást várták. De a nép vallási vezetői és a nagy tömegek, noha ez egy vallásos nép volt. Noha egy olyan nép volt, amelyik azt vallotta, hogy az egész vallásosságuk célja és értelme, hogy majd jön a Messiás, és a Messiás szabadítására várnak. Mégis teljes csend volt, öröm se volt, ünneplés se volt, semmi komoly várakozás se volt. Tehát azt hiszem, hogy ennyiből látjuk azt, hogy múltba visszanézve várni Krisztus eljövetelére, ez egy kicsit, hogy így mondjam, egyrészt egy kicsit mesterkélt, mert próbáljuk úgy magunkra venni, mintha most beleélnénk magunkat, vagy átélnénk, hogy várjuk az ő megjelenésére. Aztán meg egy kicsit hamis, mert még csak nem is élhetjük bele magunkat a régi várakozásba, mert akkor nem volt semmi diadalmas és örömteljes várakozás. Tehát ha ennek a szónak, hogy advent és adventi várakozás, valami hiteles és reális tartalmat akarunk adni, akkor ez, mint minden érkezésre való várakozás, csak a jövőbe tekinthet. És van ok a jövőbe tekinteni adventi várakozással? A Bibliában olvassuk, hogy amikor Jézus földi szolgálatát bevégezve visszatért a mennybe, akkor visszamaradtak mennyei követek a kíséretéből, és az elszomorodott tanítványainak a következőket mondták. Galileai beli férfiak, mit álltok itt nézve a mennybe? Az a Jézus, aki felvitetett tőletek, aképpen jön el, ahogy láttátok őt eljönni. Tehát olyan volt ez a megjegyzés, mintha csak azt mondta volna ezeknek a tanítványoknak, és ezt mintha a mai napig nem értettük volna meg, mi keresztények igazán, mintha csak azt mondta volna, hogy hát most már ne csak hátrafelé nézzetek, már ne csak a múlton merengjetek, vagy azon gondolkozzatok, noha soha nem lehet elfelejteni, és mindig eleven kell, hogy maradjon a megváltó földre jövetele, élete, cselekedete, igéi. De ami a várakozást illeti, a várakozásnak az az értelme, hogy előre tekintsetek, mert aképpen jön el, ahogy láttátok őt elmenni. És felteszem azt a kérdést is, hogyha az adventnek és az adventi várakozásnak ilyen reális és értelmes tartalma lesz számunkra, hogy a jövőben nézve várjuk a megváltó, megígért újbóli érkezését, akkor olyan eseménye ez, aminek lehet örülni. Akkor ennek tényleg örömteljes várakozásnak kell lennie, ha valaki tényleg várakozik erre. Csak egészen röviden mondom, hogy három hatalmas dolog fűződik Jézus visszajövetelének az ígéretéhez. Mindegyik szinte kifejezhetetlenül hatalmas ígéret. Az egyik ígéret az,
hogy Isten igazságot szolgáltat, abszolút igazságot szolgáltat. Az emberi történelemtől elejétől a végéig mindent előkészít, és egy abszolút igazságos ítélettel zárja le a történelmet. Szoktuk mondani, hogy nincs igazság a Földön. Sokszor úgy érezzük, olyan borzasztó, hogy a dolgok kiegyenlítetlenek. Olyan szörnyű, hogy ezen a Földön dolgok nem kerülnek a helyükre. A második hatalmas ígéret, amely hozzá kapcsolódik, a feltámadás ígérete és a viszontlátás ígérete. Emberek között, akiket a halál elszakított egymástól. Nagyon jól tudom, hogy rengeteg ember kételkedik ebben. Nem mindenki mondja ki ilyen keményen, de tele vannak emberek minimum kételjel ez iránt. És én mindig olyan érdekesnek tartom, hogy Jézus, mikor erről szólt, akkor így kezdte, ne csodálkozzatok ezen. Mert tudta, hogy az ember kételkedik, az ember hitetlenkedik. De eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására. Megkérdezem, hatalmas ígéret ez? Óriási ígéret ez. És a harmadik hatalmas ígéret az egész Földnek az újjáteremtése, ami szintén bekövetkezik Jézus visszajövetelét követően egy idő múlva. Visszaállítása az eredeti állapotába, amikor Isten megteremtette, és amikor még minden igen jó volt. Úgy olvassuk Jelenések könyve utolsó fejezetében, így hangzik Isten határozott ígérete, ímé mindent újjáteszek. Aztán ezt is olvassuk, új jeget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Tehát fizikailag is helyreállítatik minden úgy, ahogy a teremtéskor eredetileg volt. Lelkileg is helyreállítatik minden, mert itt igazság lakozik. És öröklik a szemidek, ahogy Jézus mondta. Öröklik azok az emberek, akikben az Isten szeretet törvénye ugrá lett. És akiket többet a halál sem választ el egymásról. És ahogy mondtam, hogy az adventből könnyen lesz egy misztérium, csak egy ilyen hangulatba való beleélés. Azt mondhatom, hogy ez a reális adventvárás, a Jézus visszajövetele várása, ez olyan értelemben sem misztérium, hogy ez egy ilyen ködös bizonytalanság, amire így lehet gondolni, hogy hát, egyszer volt, hol nem volt, talán lesz egyszer. Mert nagyon sok ember gondolatában így van, ha lesz is, talán valahogy így van. A Biblia nagyon világos vázlatot ad az idők, az időszakok rendjéről. Hatalmas történelmi proféciák vannak a Szentírásban, amelyek igen racionálisak, hihetetlenül mély történelem filozófiát tartalmaznak, és nagyon pontosan, mint a térképen útba igazítanak bennünket. És nagyon egyértelművé teszik, hogy ma, a mi napjainkban, bizony az emberi történelem utolsó korszakában élünk, abban a korszakban, amely igen-igen közel van Jézus visszajöveteléhez. A vége teljesen nyitva hagyott, nem megszabott. Jézus ezt világosan mondta, és Isten kegyelme és irgalma miatt nem megszabott. Mert így mondja az írás, hogy Isten hosszan tűr, késlelteti az ő visszajövetelét, és embereket keres, akik eszközei lesznek az ő utolsó megmentő üzenete képviseletének, mert vonakodva akarja ítélettel lezárni az emberi történelmet, mert azt kívánja, hogy bárcsak mindenki üdvözíthető lenne, és mindent el akar követni, hogy embereket mentsen, embereket oltalom alá helyezzen, és úgy jöjjön el a jelen történelmnek a lezárása, ami isteni tökéletességgel előkészített, ami minden embernek lehetőséget kínál a szabadulásra. Kedves jelenlévők, én szívemből kívánom, hogy mindenki gondolkozzék el azon, hogy nem jó csak úgy szokásokat, csak úgy hangulatokat, értelmes tartalom nélkül, tényleges belső azonosulás nélkül követni. Annyira felszínes manapság az életünk. Olyan sok mindenben csak úgy megyünk egymás után, és tartalmatlanul és meggyőződés nélkül keresünk, megkövetünk hagyományokat. Amit én elmondtam, az csak egy nagyon rövid pár szó. De ha valaki úgy gondolja, hogy tényleg a mi világunk nagyon beteg, ahogy az adiversben hallottuk, és úgy gondoljuk, hogy sokszor még minket is elfog a
a reménytelenség vagy a kétségbeesés, hogy mi lesz ebből. És hogyha sokszor ránkül a pesszimizmus, és olyan gondolataink támadnak, mint Vörös Marti írta le valamikor, hogy még egy magyar költőt idézünk, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Döbbenetes és fantasztikus sorok, és én mindig azon csodálkozom, hogy az optimista 19. században is leírta. Hát akkor mit mondjunk ma? És hogyha úgy érezzük, hogy ezek rettenetes teherként nehezednek ránk, és érezzük a felelősséget a gyermekeink, az unokáink jövőjéért, és foglalkoztat bennünket az, hogy mivel bocsássuk útra őket az életbe. Milyen tartást tudunk nekik adni, vagy mivel tudunk nekik adni valami olyan segítséget, hogy ők ne depresszióba zuhanó, ne az élet terhei alatt összeroskadó emberek legyenek, hanem legyen életkedvük, legyen boldogságuk, legyen reményük, a zordabb körülmények között is örömteljes és teljes életet tudjanak élni, akkor bizony érdekelni fog bennünket az igazi advent és az igazi adventvárás. Tényleg reális ez a reménység? Akármilyen hihetetlenek, igazak lehetnek ezek az ígéretek? Igaz lehet, hogy a mi világunk közeledik ehhez a hallatlan beteljesedéshez? Ehhez a monumentálisan drámai és ugyanakkor csodálatos és tényleg megoldást hozó kibontakozáshoz? Kinek-kinek magának kell utána járnia ennek? És én azzal fejezném be ezt a rövid néhány gondolatot, hogy idézek három zsoltárból, egymás mellett van a Bibliánkban a 96., 97. és 98. zsoltár. És ez mindegyik igazi, boldog adventvárásról szól. És hadd idézek ezekből a zsoltárokból, milyen az az igazi, reális és örvendező adventvárás. Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való. Viduljon a mező és mindaz, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is, az Úr orszája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, a népeket az ő hűségével. Az egek hirdetik az ő igazságát, minden nép látja dicsőségét. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne! A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt! Mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, a népeket az ő méltányosságával. És talán egy új szövetségi ige legyen az utolsó szó. Pál apostol írja, hogy az ős keresztények adventvárása milyen volt. A Tituszhoz írt levél 2. fejezetének a 13. versét idézem, ahol Pál apostol így írja a keresztényeknek, hogy milyen legyen az életük, sok mindent sorol, és utoljára ezt mondja, várván a ma boldog reménységed, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. És én is azt kívánom minden kedves résztvevőnek, hogy legyen egyszer az életben egy értelmes, belső meggyőződésből fakadó adventvárásunk, és hasonlítsunk ezekhez a régi keresztényekhez, és legyen jellemző ránk is, várván a ma boldog reménységet a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését.
A zenekar a német reneszánsz szerző Petronius Nékünk gyermek küldeték című darabját játszotta. Az imádság mindannyiunk kiváltsága. Az Istennel való örömteli találkozásra segít felkészíteni. Koncertünk vége felé közeledve a nagy kórus a Mi Atyánk egyik feldolgozását énekli, őszinte imádságra és Istenhez fordulásra bátorítva mindannyiunkat. Johann Sebastian Bachot a zeneszerzők atyának is nevezik. A barokk szerző így vallott művészetéről. Mindig is a végső célra, nevezetesen az Isten dicsőségét szolgáló, szabályozott egyházzenére törekedtem az ő akarata szerint. Hangversenyünk címadó, egyben záró korája következik. Címe Tündöklő hajnali csillag.